Nagy tisztelettel köszöntöm a Szombathelyi Televízió minden kedves nézőjét. Ha a hétfő este, akkor aréna, tartsanak velünk. Ezúttal is sportmagazin műsorunkat látják, hallják. Benne pedig ma szó esik egy nagyon patinás sportegyesületről, nevezetesen a Szombathelyi Egyetemi SE Sportegyesület 60 évéről, hiszen egyidős a felsőoktatással. Műsorunkban már helyet foglaltak vendégeink, akikkel majd ezt a 60 évet próbáljuk meg felgöngyölíteni, illetve átfogó képet adni a kedves nézőknek, hogy mi is ma egészen pontosan a SOESE, mi a küldetése és melyek a legfőbb eredményei. Foglalkozunk futszállal, foglalkozunk a Viktória hétvégi mérkőzésével. Láthatják itt a műsorban vendégül Sákovics Péter urat, aki az LTPPK Sporttudományi Intézetének oktatója. Sákovics tanár úrról azt kell tudni, hogy példaértékű a tekintetben, amit a raketlon műfajában művel, és egyértelműen példaként állhat a hallgatói elé, hiszen egészen elképesztő eredménysorral bír. Most legutóbb éppen Lipcsében vitézkedett, és azért mondom, hogy vitézkedett, mert ott is nagyon veretes eredménysorral zárt és tért haza. Műsorunk utolsó etapjában pedig egy régi, kedves közönség kedvencet, főleg a Rohonczi úti szurkolók számára közönség kedvencet fogadunk itt körünkben, Halmosi Pétert, aki szintén egy kis tájékoztatást ad jelenlegi helyzetéről, illetve arról, hogy most akkor mi van vele és mi lesz vele. Ezekkel várjuk tehát kedves minnyájukat. Ma most pedig csapjunk a húrok közé, köszöntöm a SOESE elnökét és szervező titkárát, Polgár Tibor elnök urat, és titkár szerepében pedig Kívés Istvánt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, jó estét kívánok nézőknek! Jó estét kívánok, köszönjük szépen a meghívást! Szombathelyi Egyetemi Sport Egyesület, mint ahogyan említettem, a felsőoktatáshoz hasonlóan ez is 60 éves, nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre, sok szeretettel gratulálunk ehhez a csodálatos jubileumhoz. Ha sport, rekreáció, akkor gyakorlatilag az a felsőoktatásunknak egy, a nyolckarú porinknak egy nagyon-nagyon fontos karja a tanárképzés mellett, ezt mindig kiszoktuk emelni, és ennek a zászlós hajónak az egyik hírvivője, ha úgy tetszik, az mindig is a SOESE volt, azokkal a rengeteg játékosokkal, kiemelt képességű játékosokkal, akik gazdagítják soraikat. Meséljünk egy kicsit a nézőknek a SOESE-ről. Mi ma a SOESE, mi volt 60 évvel ezelőtt, hogyan lett ez végül is egy ilyen hihetetlen, tökéletesen működő és magas szintű sportegyesület, már ami a hazai fiatal sportegyesületeket tekinti. Elnök úr. Köszönöm. Hát 1959 óta, mióta ugye a tanítóképző elindult, azóta van felsőoktatásban Szombathelyen sport, és a sportegyesület akkor alakult. Hát ennek már 60 éve. Én közel 40-et töltöttem bent, tehát a második kétharmadát, úgyhogy azt a részét jobban ismerem. Folyamatosan átalakult a SOESE-nek, illetve az elődjének a feladata, mindig aktualizálódott a felsőoktatáshoz. Elsősorban a felsőoktatás hallgatóinak az igényeit elégítjük ki, hiszen akik hallgatók, azoknak a sportolási lehetőséget is adjuk. Ők nyilván az eredményeket is hozzák az intézménynek a különböző versenyeken, bajnokságokon, egyetemi országos bajnokságokon, illetve olyan igényt is kielégítünk, ami a városban igény, de máshol nem található. Ilyenek például a kosarasok, akik egy része a Falkóban játszik a jobbak, a kevésbé jobbak pedig mondjuk nálunk, ugye MB2-es csapataink vannak elsősorban, és olyan hallgatóink is vannak, akiknek mi már nem tudunk helyet adni, például a dobó esélyben ugye a Halász Bencék, bár atlétika szakosztályunk van, de minden feladattal és ilyen magas szinten nem foglalkozunk vele, nem az a feladatunk. Kívés Istvánra nézek, ugye a fő profil, hogyha Kívés Istvánról van szó, akkor talán a futás, de természetesen, ahogyan elnök úr is említette, nagyon-nagyon sok lábon áll a SOESE, nagyon-nagyon sok szakák, szakosztály képviselteti magát. Egy kicsit akkor ezekről még beszélgessünk, hiszen hál' Isten van miről. Így van. Ha visszatekintünk, és nagyon sok beszélgetésen vettem már részt, akár dr. Gár László révén, aki ugye azért ennek az egyesületnek mindig motorja volt, most is motorja, és mindig az derül ki ezekből a beszélgetésekből, hogy a SOESE mindig vonzotta az aktív embereket.
azokat az aktív embereket, akik mindig a lehetőséget teremtették meg. Tehát mi azt, hogy a Tibor is mondta, most ezt a mikorunkat éljük, és számtalan nagyszerű dolognak vagyunk a közvetlen kor tanúi, de a maguk korában nagyon-nagyon sok olyan ember volt, aki bázisokkal, építkezésekkel, közösségteremtésekkel vette ki ebből a részét. Az alapbázis az az volt, hogy mindig az oktatás segítette. Nagyon jellemző az, hogy jönnek hozzánk hallgatók, és az eredményesség nagyban függ ettől, hogy milyen érkezik. Tehát nem tűzünk ki célokat. Ez egy nagyon lényeges, hogy mit érjünk el, mert az a lényeg, hogy akik itt vannak, abból gazdálkodunk. Ha most ez megyei szintű, akkor annak örülünk, hogyha ez egy ettől magasabb szintű, mert vannak olyan időszakok volt, amikor például NB1-B és kézilabda bajnokságot nyertünk annak idén a Szó László vezetésével, ami annak a műfajnak egy nagyon kiemelkedő, a mi profilunkat talán meghaladó szintje volt. Az, hogy most mi a hosszú távfutásban, így az érévemen szintén országos bajnokságot tucatjait nyerjük, ez megint egy kicsit kilóg fölfelé, mert ez sem kell, hogy ennyire belepasszoljon a profilba, inkább az, hogy minél több embernek adjunk lehetőséget. Annak idején a Tiborhoz jártam edzésekre, és ott egy nagyon vegyes vágott edzés volt, volt sprinter, meg ilyen, aki akart atlétizálni, az oda járhatott. Ha ettől már többre volt hivatott, többet edzett, magasabb edzésmunkát kapott, akkor azok magasabb eredmények voltak, de ez a jellemző. Az infrastruktúránk is erre épült, tehát van egy csomó olyan dolog, amit éppen aktuálisan nem nagyon használunk, mert éppen nem kell. Hoztunk olyat is, ami sikersztoriként működik, kicsit hazabeszélek, van 6 olyan pingpongasztalunk, amivel világbajnokságot is lehet nyerni, és nagyon-nagyon jó kihasználjuk, igaz, megyei szinten csak, de a hallgatókat megkínáltuk be, és tetszett nekik. Van IASZ programunk is, ami a feltételeink adottak. Vannak rekreációs tábori lehetőségek, de a hétköznapok során is van erre lehetőség. Van mászófalunk, amin szintén lehet egyszerű szinten, nem profi szinten, egyszerű szinten a mászófal tulajdonságait lehet gyakorolni. Van kerékpáros szakosztályunk, ami egybefügg azzal, hogy a hallgatóinknak a rekreációs táborban kerékpár ismeretekkel kell rendelkezni, és kerékpár túrán kell részt venni. Aki ettől többet akar, az akár versenyszerűen is biciklizhet. Gyakorlatilag a közvetlen oktatást segítő sportágaink, nyilván azok a zászlós hajóink abban az értelemben, hogy annak mindig állandónak kell lenni. A kosárlabdának, a röplabdának, a tornának, a labdarúgás egy kicsit olyan felemás, mert ugye a haladás, meg a haladásnak az ilyen-olyan, meg a környezetben lévő foci csapatok bőven felszippantják a hallgatóinkat. A kézilabda pedig szintén most a magas szinten az SKK-nak a színeiben megy, de az árnyékban egy picit mindig ott vagyunk, hogyha kellünk, akkor a hallgatóinknak tudunk lehetőséget adni. Ugye azt tudni kell a Szó esélynek, különösen a röplabdásairól, röplabdázóiról, kosarasairól, hogy ők a profik alatt vannak közvetlenül, mert az MKOS, tehát a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, illetve a röplabda szövetség is úgy tartja számon, hogy vannak az extraligások, és vannak alatta az úgymond NB2-es, nyugati csoport, keleti csoport, stb. Különféle utánpótlás kategóriában vannak beosztva a fiatalok. Tehát gyakorlatilag ott vannak a profizmus előszobájában. Tehát aki a Szó esélyt választja, az a bizonyos mértékig a profizmusra szavaz. Most az már egy másik kérdés, hogy edző akar lenni, vagy spiller akar lenni. Mire fogékonyabbak inkább, vagy mire van nagyobb kereslet, mire van nagyobb érdeklődés, hogyha Szó eséről van szó, illetve azokról, akik a Szó esélyt választják. Egyáltalán mekkora kereslet van a Szó esélyre manapság? Hát a mi feladatunk elsősorban a bent levő hallgatóknak a mozgatása, sportoltatása. Persze az egyetem, István is már említette, a mi hallgatóinkból áll az egyesület, az azt jelenti, akik ide jelentkeznek. Tehát mi utánpótlással kevésbé foglalkozunk, nagyon kis számban igen, viszont attól függ, hogy milyen hallgató érkezik az egyetemre. Itt van például a kosárlabda. Amikor jön néhány jó kosaras, akkor a csapat szárnyal. Amikor kevés jön, akkor gyengébb a csapat. Nyilván akár a férfit, akár a nőit nézzük, azért ott vannak a másodosztályban, vagy az NB1 alatt, de mindig a meghatározó játékosnak itt kell lenni. Ha nem jön, mint hallgató, akkor nagyon nehéz. Illetve van egy másik bajnokságunk, a nemzeti, ott az egy kicsit más összetételben. Ami nagyon lényeges még itt a Szó esélyvel kapcsolatban, hogy
edzés lehetőséget ad a hallgatóknak, tehát mi mindig úgy irányítjuk az egyesületnek az összetételét, amilyen hallgatóság jön. Például az István mondta, hogy az asztali teniszhez kedvük támad, akkor csináltunk egy olyat, vagy csináltunk egy kajakkenu szakosztályt, mert ennek is megvan a háttere, illetve a csónakázó tónál nagyon jók a lehetőségek, és hát lényeges az is, ezt el kell mondani, hogy a SOESE a városi rekreációs programokban is nagyon sok feladatot ad. Tehát pontosabban kap és végrehajt. Körülbelül 80 ilyen feladat van egy évben, amit a SOESE, illetve a hallgatóink a város lakossága számára biztosít. Ez egy nagyon lényeges dolog. Milyen szintet képvisel a SOESE az egyetemi sportegyesületek között? Hogyan lehetne ezeket rangsorolni? Le vagyunk-e valakik mögött maradva, vagy vezetjük bizonyos, nem tudom én, vidéki vagy budapesti egyesületekkel a rangsort? Mit lehet tudni magáról a színvonalról, a minőségről, az elért eredményekről, illetve az oktatói minősítésekről? Ez gyakorlatilag finanszírozás kérdése, illetve annak a fölvállalása, hogy ezt a hasonló profilú intézmények hogy vállalják föl. Én azt gondolom, hogy mi megőriztük azt a tradíciót, amivel indultunk. Tehát az, hogy ennyi szakosztályunk van, 10 fölötti szakosztályunk van, azért ezt kevesen vállalják. Egy kicsit megváltozott a felsőoktatásnak a profilja, a sportszakember képzésnek is a miben léte, és ehhez azért azt gondolom, hogy rengeteg áldozatot kell vállalni. De most az az összeállítás, az a menedzsment, amit most a SOESE magáinak tudhat, én azt gondolom, hogy néhány évig még ezt a hagyományos, hát hagyományos jó értelemben konzervatív szemléletet tudja vállalni, és a rangsor abból adódhat, hogy mindenre tudunk kínálatot adni. Tehát ez a lényeg az egészben. Van olyan, aki azt mondjuk, hogy előttünk van, mert például tudom, hogy volt egy időben a röplabda NB1 vagy extraligás női csapata nyíregyházi ottani felsőoktatási intézménynek. Azzal nyilván nem tudunk versenyezni, még nem is akarunk versenyezni. Amiben talán egy picit úgy lehet összehasonlítani, hogy a MEFAB-oknak a felkarolását is a SOESE végzi. Tehát az egyetemi főiskolai bajnokságokon való részvétel, ami a mai megváltozott körülmények között szintén rengeteg áldozatot igényel, mert ma már nem úgy működik egy csoport, egy egyetemi csoport, hogy bejön elsőbe és akkor negyedikbe majd végez. Nagyon szétzilálódnak a csoportok, bár a sportszakember képzés még mindig a konzervatívabb formát választja, lényegesen nehezebb elvinni a hallgatókat ezekre a versenyekre. És egy kosárcsapat, azt mondom, hogy az úgy összeáll és elmegy. De már egy atlétikára lényegesen nehezebb összeszedni. Abba például most kiválóan kooperáltunk az LT-vel. Mióta LT-hez tartozunk, azóta most már két alkalom is volt, hogy az atlétikában nyerni tudtuk azt a versenyt, ahol éppen elindultunk MEFOB-ot, sport, a SHS-t karöltve az LT-vel. Ez nagyon sok koordinációt igényel. Tehát itt ezt a részét is ki kell emelni, hogy erre is van energiánk. Ezekkel is emögé és mögé állunk. Ha hallgató el akar menni egy birkózó MEFOB-ra, ha hallgató el akar menni tájfutó MEFOB-ra, elmehet. Tudjuk biztosítani a finanszírozását, ezeket is eredménynek kell tekinteni, bár ezek a sportolók nagy része nem a SOESE sportolója, de ha mi nem csinálnánk, akkor más ezt nem tudná csinálni, mert nem lenne rá egy szervezeti formája. A SOESE ezt a részét is fölvállalja a dolognak. Ujjaj, mennyi férte mostani beszélgetésbe, sajnos. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, megtiszteltek bennünket. Isten éltesse sokáig a SOESE, további jó munkát és egészséget kívánok a továbbiakhoz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, futszállal folytatjuk. Nehezen indul, de végül 3 gólos győzelmet aratott a Haladás VSE élvonalbeli futszál csapata pénteken Dunaújvárosban. Keserű szájízzel érkeztek a szombathelyiek a Dunaferhez, hiszen a múlt héten lejátszott Haladás Berettyó csúcsrangadó nem úgy sikerült Juan Ráéknak, ahogyan ők azt szerették volna. Az elképesztő izgalmakat hozó derbi után az a Dunaújváros várt a vasiakra, akik legutóbbi 5 mérkőzésükből egyszer nyertek, egyszer kikaptak és zsinórban 3-szor remiztek. Az esélyesség terhe nem a 6. helyen tanyázó hazaiak vállát nyomta, éppen ezért felszabadultan nagy kedvel kezdtek Fehér Zsolt fiai, aminek eredményeképpen már a 2. percben vezetést szereztek Pál Patrik elképesztő szabadrúgását követően. Valamivel több mint 10 perc után Faragó szerelte drótot, majd az esetet követően azonnal indulhatott Friedrich, aki 1-1 megverve Sipost, kilőtte a hosszú alsót, ezzel már 2-0-ra vezetett a Dunafer.
Három perccel a félidő vége előtt Simics szúrta kapura a labdát éles szögből, amit Rigó még hárított, ám a kipattanót Michel Melo már a ketrecbe pofozta, 2-1. Szünetben rendet tett Juanra játékosai fejében, a 21. percben egy oldalrúgást követően Simics egalizálta ki az eredményt, 2-2, minden kezdődhetett előről. Ami nem ment a Berettyó ellen, az most összejött a Dunaferrel szemben, ugyanis a 28. percben egy hazai labdavesztés után rohamozhatott a haladás, és a kontra végén Vas Ádám találatával már a Szombathelynél volt az előny, 2-3. 38. perc, Vas Ádám iramodott meg Rigó ketrece felé, Csel sorozata végén az üresen hagyott dróthoz passzolt, akinek csak be kellett gurítani a játékszert a kapuba, 2-4 a Szombathelynek. Az utolsó másodpercekben Sázsdi adta meg a kegyelemdöfést a Dunafernek, egy védést követően a vészkapussal játszó hazaiak üresen hagyott kapujára emelte a labdát, ami a hálóban landolt. A végeredmény Dunafer haladás 2-5. A szombathelyiek szerdán magyar kupa mérkőzésen lépnek pályára a Ferencváros otthonában, a Népligeti Sportcentrumban. Kedves nézőink, egy különleges sportággal folytatjuk, és egy különleges emberrel, Sákovics Pétert köszöntöm stúdiónkban, az ELTE PPK Sporttudományi Intézetének oktatóját, tanár úr. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét! Hát először is adjunk egy kis ízelítőd vagy információt arról, hogy mi is valójában ez a sportág, mert egészen különleges a hangzása is. Ha jól tudom, akkor egy finn úri ember az, aki uralja ezt az egészet, vagy megdönthetetlennek tűnő csúcsokat állított be eddig, de aztán Sákovics Péter meg jó úton van afelé, hogy ezeket a csúcsokat megdöntögesse. Egy picit erről az egészen különleges raketlonról beszélgessünk a nézőknek, hogy voltak éppen mi is ez valójában, hiszen itt ütős labdasportágaknak az egyesítéséről van szó, ha jól tudom. Így van, így van. Hát úgy néz ki, mint az öt tusa. Azzal a különbséggel, hogy itt azért ütővel játsszák a sportágakat. Mindegyik sportág, az asztali tenisz, tollaslabda, fallabda és a tenisz is önmagában külön-külön olimpiai sportág. De így együtt igazából a finnek kezdték el játszani összetett sportágként. Ugye hosszúak az északi éjszakák, és aztán ilyen teremsportokkal próbálták meg ezt enyhíteni, illetve a szabadidőt ilyen módon eltölteni. A 90-es években kezdődött, a svédek átvették, és a 2000-es évektől kezdve lehet azt mondani, hogy szerte a világon játsszák. A mostani versenyrendszer is attól datálódik körülbelül. Az érdekességét az adja, hogy ugye mindegyik sportágnak külön-külön van technikája, taktikája, és hát egy őrületesen jó kondíció kell hozzá, hogy valaki egy meccset végig játszon. Minden sportágban 21 pontig tartó szettet kell teljesíteni, és hát az nyer, aki több pontot csinál ebből. Na most ez az említett úriember, ez már nem tartja a csúcsokat, és büszkén mondhatom, hogy én ugyan nem néztem utána, csak nekem is mondták, hogy valószínűleg már én vagyok a világcsúcs tartó szenior kategóriában. Én szerencsés pillanatban léptem be ebbe a sportágba egyébként, mert hát ugye öregnek nem születik senki, hanem éppen amikor ez elkezdett indulni útjára ez a sportág, én akkor töltöttem be 45. életévemet, és aztán az Osztrák Szövetség invitálására el is indultam egy versenyen Ausztriába, ahol aztán mondták, hogy hát én próbálkozzak ezzel, mert látják, hogy van bennem fantázia. Hát neki is veselkedtem, és gyorsan sikerült a csúcsra jutni. És mivel 5 évenként van korosztályváltás, ezért a megszerzett helyzeti előnyömet gyakorlatilag tudom tartani. Az eleje nehezen ment, 3 évig nem volt igazán szerencsém, annak ellenére, hogy világranglista vezető voltam, de mindig az aktuális világbajnokok, akik már nem játszottak rendszeresen, a világbajnokságon elindultak. Spekhemre a sorsolás olyan volt, hogy az első évben az első fordulóban, a másodikban a másodikban, és aztán a harmadjára sikerült az elődöntőbe összetalálkozni vele. Akkor se tudtam még megverni, és aztán akkor utána jött az én időszakom. És azóta gyakorlatilag tartom ezt a pozíciót. Az idei esztendő, az szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy egy diadalmenet már, ami a pályafutását illeti, hiszen 2019 márciusát említem csak, de jött június, most meg itt vagyunk novemberben.
Tehát volt itt spanyol, belga és most legutóbb egy német állomása ennek a diadalmenetnek, amikor egészen elképesztő sikereket könyvelhetett el, és aztán itt jöhet szó egyéniről, párosról, vegyesről, 45 pluszról, 50 pluszról, tök mindegy volt, hogy mi a kategória. Ott Sákovics Péter, ha elindult, akkor nagyon jó eséllyel nyert. Speciál ez a legutóbbi németországi Lipcsében megrendezett világverseny, ez kimondottan izgalmasra sikerült, de ennyire nem akarok elébe menni a dolgoknak, egy kicsit összegezzük ezt az évet, hiszen ha jól látom, akkor megragad minden egyes alkalmat, hogy elinduljon egy-egy ilyen világkupán vagy bajnokságban. Igen, a versenyrendszer az úgy néz ki, hogy World Tour versenyek vannak, a teniszhez lehetne leginkább hasonlítani, hogy ugye Grand Slam van, aztán ezres tornák, 500-as, stb. Itt is így működik a dolog, és a csúcspont az a világbajnokság. Minden évben megrendezik, egyénibe, párosba és csapatba. Közte pedig van három-négy darab szuper World Tour, ami az ezres tornának felel meg ugye a teniszbe, és a többi meg ilyen World Tour verseny. Különböző országokban rendezik. Nem olcsó sporták, hozzáteszem, tehát azért ugye, aki mindenhol elindul, annak vagy gazdagnak kell lennie, vagy komoly szponzori háttérrel kell rendelkeznie. Hát én nem tartozom ebbe a kategóriába sajnos, úgyhogy én válogatok az események között, és olyanokra igyekszem eljutni, ahol egyrészt ugye a szponzori támogatás megengedi, illetve ahol még nem voltam, hát a spanyol az ilyen volt, Spanyolországban másodszor rendezték, hát gondoltam le kell tenni a névjegyemet, sikerült is. Aztán következett ugye a csehek, illetve még ezt megelőzően Ausztriába, szokásos a kedvenc helyem, ugye ez közel van, könnyű eljutni, anyagilag egy nem megterhelő verseny, és hát itt is csúcstartó vagyok, már 28-szor nyertem meg az osztrák bajnokságot, tehát ez egy elég komoly szám. Ugyan ennyi ideje még nem raketlanozom, de ugye több számba elindul az ember egy versenyen, akkor vagy két egyénibe és egy párosba, vagy fordítva két páros egy egyénibe elindul, és akkor így akár három versenyt is meg lehet nyerni egy alkalommal. Na, ezután következett ez a bizonyos spanyol, aztán a cseh nemzetközi verseny, majd pedig a berlini állomás, és aztán a páros világbajnokság Belgiumba. És hát itt megint majdnem sikerült egy olyan csúcsot felállítani, amit nehéz lenne megdönteni. Ugye ez, hogyha férfi párosba sikerült volna nyernem, akkor az év a mostani lipcsei után úgy fejeződött volna be, hogy mindenbe sikerült volna világbajnoki címet szerezni. De sajnos két ponton múlott, hogy ez nem állt elő. Viszont megnyertem a vegyes párost, ami meg eddig nem volt a tarsolyomba. Úgyhogy most már én mindent megnyertem raketlomba, amit lehet. Igazából olyan nincsen, amit most el kellene hódítanom, viszont nem áll le az ember. Ezzel a helyzeti előnnyel valószínűleg élni fogok továbbiakban is. Most a fiatal 60 évesek közé tartozom már. Úgyhogy ebbe a korosztályba még van 4 jó éve. Igyekszik megismertetni a fiatalokkal ezt a különleges sportágat? Mert megmondom őszintén, amikor rákerestem a nevére, akkor az egyik ilyen históriás, nagy eredményeket, nagy mutakat összefoglaló oldal, nem mondom a nevét, elsőként dobta ki Sákovics Pétert, hogy a raketlomba gyakorlatilag egy ilyen lajstromot lehetett látni, hogy 2000-es évek elejétől kezdve mennyi mindent fölhalmozott gyakorlatilag, mert azt tudni kell, hogy érem és bajnoki cím halmozó úriemberről van szó. És aztán mögötte még volt egy-egy magyar, akik ilyen egyszeres, kétszeres, szenior csapat, egyéni, vegyes, stb. Tehát elenyésző azoknak a hányada, azoknak az aránya, akik csak úgy töredékét meg tudták közelíteni annak, amit eddig Sákovics Péter elért. Ez egy Magyarországon meglehetősen gyerekcipőben járó sportág még, de ahogyan említeni tetszik és mesélni róla, ez nyugaton, vagy legalábbis tőlünk nyugatabbra, ez teljesen kezd kifejlődni, és óriási embertömegeket tud megmozgatni. Vagy? Igen. Az a nagy gondunk, hogy Magyarországon a létesítményhelyzet nem jó. Tehát ez a sportág, ez nem igazán tud gyökeret verni, olyan horrorisztikus bérleti díjat kell fizetni egy versenyért, amit pillanatnyilag nem tudunk. Így aztán 2015 óta nem is rendezünk nemzetközi bajnokságot, mert egyszerűen képtelen kifizetni a szövetség a pénzdíjat, ugye, ami kötelező jelleggel jár a játékosoknak,
és itt csak az elit kategóriáról beszélünk, mert a többi kategóriának nem kell fizetni. És a bérleti díj az meg a másik tétel, és ez nem működik. Na most szembe Ausztriából vannak olyan falvak, ahol képesek megrendezni a raketlon sportágat, ami azt jelenti, hogy minimum 3 fallabdapálya, 3 tollaspálya, 3 teniszpálya, és a pingpongnak is kell hely. Tehát csak ott lehet megrendezni, ahol a tenisz meg a fallabda együtt jelen van. Mert a teniszpályákon meg lehet már oldani a tollaslabdát meg az asztali tenisz. Tehát ez a probléma Magyarországon. Győrben lehet, Budapesten, Pécsett, aztán föl is soroltam azt hiszem minden helyszín. Tehát nagyon nehéz, és egy ilyen létesítmény Budapesten például azt hiszem Sport 21, hát azt kibérelni 3 napra, mert 3 nap tart egy ilyen nemzetközi verseny, horrorisztikus pénzbe kerül. Most a lipcsei világbajnokságon, a Lipcse Sportparkban, ugye a Lipcse 500-600 ezeres lakosú város, hát 11 néhány teniszpálya, 6-8 fallabdapálya és 10 tollaspálya hát rendelkezésre. Tehát itt ugye könnyedén meg tudják oldani. Meg egyáltalán valóban a nyugat-európai, főleg a skandináv országokban, de Németország is ezek közé tartozik, tehát ők könnyedén meg tudják rendezni, és a létesítményhelyzet olyan. Na most a másik nagy probléma, hogy a fiatalok azért nem jönnek a sportágba, rendkívül drága. Sajnos a szövetség nem tartott, hogy ingyenesét egy a fiataloknak. Ugye most a világbajnokság során U13-ba is rendeztek, de hát ez csak a tehetősebb szülők engedhetik meg maguknak, hogy induljon a gyerek is, meg az apuka is. Viszont a sportág meg ettől is népszerű, hogy az egész család részt vett például. Unoka, nagypapa, szülő, mindenki indulhat a saját kategóriájába, és ez valóban vonzó is. Valóban vonzó is, de sajnos Magyarország az rendkívül gyenge létesítményhelyzettel rendelkezik. Nagyon érdekes, ahogyan itt gyakorlatilag kibontotta, vagy kifejtette ezt az egész raketlanos témakört, hogy ugye itt különböző, ahogyan az elején említettük, különböző ütős játékoknak a lehető legprofesszionálisabb szinten való műveléséről van szó. De ez nagyon-nagyon furcsa és nagyon-nagyon érdekes, hogy vannak emberek, akik gyakorlatilag majdnem minden ütős játékban jók, és ezeknek az embereknek rendeznek ilyen tornákat, ezeken összemérik tudásokat, és kiderül, hogy tényleg jöhet szóba pingpong, jöhet szóba tollaslabda, fallabda, tenisz, tök mindegy, ő profi benne. Most ez azért furcsa nekem, mert gyakorlatilag egy kicsit olybá tűnik, mint hogyha a futballból, a röplabdából, a kézilabdából, meg a kosárlabdából gyúrnánk egy tornát, egy azon ember, vagy egy azon csapat pedig végigcsinálná az egészet, és halomra nyerné magát. Ezt így elképzelni nagyon-nagyon furcsa, lehet, hogy lesz ilyen is, nem tudom, de hogy egy ember vagy csapatok ennyi sportágból ilyen hihetetlen teljesítményre legyenek képesek, ez azért ember feletti. Igen. Általában az a jellemző, vagy az volt a jellemző, most már egy kicsit úgy néz ki, hogy ez a trend megfordul, hogy a pingpongos és tollasos játékosok kezdték el. Tehát azok voltak többségbe. Valószínű, hogy ennek az az oka, hogy akik pingpongoztak, azok ilyen sportcentrumokban, mint ami itt Lipcsében is volt, kezdik el csinálni, és ugye gyorsan hozzájutnak a tollaslabda lehetőséghez is, és ha már ott vannak, akkor a falabdát is ki tudják próbálni, ha meg elindulnak versenyen, akkor meg ugye, ha van 2 jó számuk, a másik 2 mellé tanulják. Körülbelül ez a helyzet. Az utóbbi, a teniszezők ilyen szempontból nagy hátrányban vannak, mert addigra olyan különbség generálódik, mert a tenisz az utolsó szám. És hogyha 21-nél nagyobb különbség alakul ki, le se játsszák a teniszt. Na most az osztrákok csináltak egy olyat, hogy rückwärts raketlon, hátrafelé csinálták meg ezt az egészet, tenisszel kezdték, és megdöbbenésre olyan nagy volt a nevezés, hogy hát nem, a végét nem tudták elfogadni. Egy csomó ember nevezését nem tudták elfogadni, mert teniszezők ellepték. Mi történt? Az asztali teniszezők elkezdtek pityeregni. Nem került sor az asztali teniszre. Tehát valahol igazságtalan a sportág, de nagyon nehéz, hát szó volt arról, hogy sorsolják a sportágakat, csak nagyon nehéz, ezt előre be kell határolni, és melegíteni kell hozzá, tehát rendkívül bonyolult a helyzet. Hát talán a jövőben lesz ilyen majd, hogy sorsolni fogják a sportágat, és akkor egyenlő eséllyel indulnak játékosok. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, megtisztelt bennünket, gratulálunk tiszta szívből az eddig elért eredményekhez. A jövőbeniekhez pedig sok sikert és kitartást kívánok. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, női labdarúgással folytatjuk. Simon Attila távozását követően Ázoicei Katalira bízták a Haladás Viktória szakmai munkájának irányítását. A Gödörben lévő szombathelyi lányok az Eto FC Győrt fogadták vasárnap a Jetson Liga 11. fordulójában. Viharos időszak áll a Viktória mögött. A szombathelyi lányok az MTK elleni idegenbeli bravúr győzelmet követően Betlit Betlire halmoztak. Kikaptak az addig nyeretlen Kelentől és Szegedtől, valamint 2-0-ás előnyüket elherdálva x-eltek az Astra ellen. Egy az önbecsülésében megtépázott Haladás Viktória várt vasárnap a szintén gyenge formát mutató Eto FC Győrre. A kisalföldi lányok két hatalmas zakó után érkeztek Vasba, az FTC és a DVTK ellen összesen 13 gólt kaptak hazai pályán, és egyet sem rúgtak. A várakozásoknak megfelelően a hazaiak kezdték aktívabban a mérkőzést a Királysport létesítményben. Manhart került ígéretes helyzetbe, ám mire lövésre szánta el magát, már kisodródott és löketét sikerült blokkolni. Az esetet követő szögletrúgáshoz Szakonyi állt, akinek labdája remekül találta meg Tálosit, fejesével megszerezte a vezetést a szombathely. Időbe telt, mire elkapta a mérkőzés ritmusát az Eto, első komolyabb helyzetüket a félidő vége felé alakították ki, egy remek kiugratással Plóner került zicserbe, gyenge lövését azonban gond nélkül fogta bíró. Pár másodperccel később ismét támad a Győr, eleinte nem úgy tűnt, hogy az akcióból gólveszély lehet, ám egy blokkolt lövést azonnal kapásból kapura küldtek, ám a lefelé csapódó löket bíró kezei között halt el. Fordulást követően az 53. percben a semmiből egyenlítettek a vendégek. Egy előreivel szabadrúgást csúsztatott meg Bódai, fejese pedig behullott a kapuba, hiába nyújtózkodott bíró. A gól után megtáltosodott a Győr, Fél Patrícia lövése a keresztlécet súrolta. A 66. percben hazai sarokrúgást követően Fördős elé került a labda, aki gondolkodás nélkül kapura lőtt, Csontos azonban kiöklözte. A 86. percben azonban már az Eto portása sem tehetett semmit, Manhart, Szakonyi és Öreg volt a labda útja, utóbbi szép mozdulattal szerezte meg a Viktória második és egyben mindent eldöntő találatát. A végeredmény Haladás Viktória Eto FC Győr 2-1. Nagyon érdekes is mérkőzés volt. Mindkét fél időben, ahogy az előbb említetted, egyszer a hazai csapat, egyszer ugye mi domináltunk. Nagyon érdekes játék, mert azért ezt gólra játsszák. Ugye első fél időben szögletből kaptunk egy gólt, másik fél időben sikerült egyenlíteni szabadrugásból, és a végén sajnos ugye én szerintem úgy gondolom, hogy egy nagyon x-es mérkőzés volt, de mégis ugye a győztes találatot a hazai csapat vitte be. Nyilván amit tudni kell a mi csapatunkról, hogy nagyon fiatal, nálunk az átlag életkor most ezen a mai kezdőcsapaton 19 év volt. Nagyon sok akadémista játékosunk van, őket próbáljuk szépen építgetni, nevelgetni. Szeretnénk minden jobb játékosokat kinevelni ugye az egyesületnek, a csapatnak, és az ővelük szeretnénk jó eredményeket elérni. Örülök a győzelem, nagyon örülök, mert a két hét vagyok a lányok, és a edzés munkára ez kitűnő, és nagyon szeretem dolgozni velünk, mert értető lányok vannak, érzi, mit kell csinálni, tudják, mit kell csinálni, csak ezek a szombati vasárnapi meccsek, ez a probléma. Próbálom őket pörgetni, meg motiválni, hogy mindig a mérkőzés, aki gól rúg, az fog nyerni. És így küzdem velünk, hogy ez a mentalitás kicsit megváltozni. Hát ma így, hogy a második félidőben gólrúgtunk a 41. perc, az már akkor meg volt a motiváció, hogy gólról menni kell tovább. Hiába sokat kihagyunk, de mégis a utolsó helyzet, ami volt, vagy a második, vagy a utolsó előtt, igen, azt már berúgtunk. Igen. Ez van a probléma, hogy a lányok és a vezető is mondtam neki, nekem mondták, hogy a jó ellenfelek, szenzációs motiváció van mindenkinek, amikor jönnek azok a gyenge ellenfelek, akkor mindenki mondja, meg lesz az a meccs, meg lesz, lenézi őket, és így már a bemelítés, azért megyek most csinálni vele a bemelítés, mert látom rajtuk, hogy elengedi magunkat, és nem lehet itt. Ezt mondtam nekik a meccs előtt is ma, hogy nem lesz könnyű, de ha nem rúgunk a második gól, akkor megint nehéz lesz a meccs. Mert nem lehet tudni, mi öngól tudunk rúgni, vagy bármi, mert a futball ilyen, ez a szép, mert minden lehet történik a pályán. És igaza is volt nekem, hát gyorsan reagáltam, és sikerült, hogy győztes gól legyen. A Viktória legközelebb vasárnap déli 12 órai kezdéssel idegenben, Tiós Győrben vendégeskedik bajnoki mérkőzésen.
Kedves nézőink, egy régen látott vendéggel, igazi közönségkedvenccel folytatjuk adásunkat. Vendégünk Halmosi Péter, szervusz Cucu, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Én is köszönöm. Hát régen az volt kírva neved mellé, hogy labdarúgó, Szombathelyi Haladás, de most csak Halmosi Péter a civil. Hogy vagy? Mi van veled? Mit lehet rólad tudni? Hát meg vagyok. Élem az életet, az élet megy tovább. Ugye én eddig sem mind csak a futballból éltem, tehát az ember azért a karriere során azért tehát félre annyit, meg befektette a pénzét, hogy ne kelljen azon agyalnom, hogy most ha abba kell hagynom, akkor hogyan tovább. Annak ellenére, hogy én még nem feltétlenül hagytam volna abba, csak hát lejárt a szerződésem, aztán azóta senki nem keresett a klubtól, tehát semmilyen pozícióból. Igazából semmi. Élem a hétköznapi életemet, család, gyerekek, ennyi. De te most abba hagytad tulajdonképpen, vagy csak felfüggesztetted a pályafutásodat? Mert ha... Hát hivatalosan nem, tehát nem jelentettem be, hogy abba hagytam. Vártam, hogy valami történjen a klubnál. Azt nagyon jól tudtam, hogyha az a tulajdonosi kör marad, aki még most is van, akkor nem valószínű, hogy én vissza fogok térni a Haladásba, akármilyen szinten is, játékosként vagy akárhogyan. Ezért nem jelentettem még be. Tehát nem gondoltam, hogy ez ennyi ideig el fog húzódni, ez az egész dolog. De ennek ellenére még most is itt vagyok, tehát ha felkeresnének, akkor leülnék velük beszélni, ahogyan továbbról. De úgy gondolom, hogy már nem sokáig fogok várni. Tehát, hogyha a profi karrieremről beszélünk, akkor lehet, hogy rövid időn belül bejelentem azt, hogy a profi labdarúgástól visszavonultam. Az, hogy amatőrként vagy bármilyen szinten még utána tovább focizok-e, csak azért, hogy a közeg megmaradjon, vagy csak azért, hogy kondiba tartsam magam, az már jövő zenéje, de egyelőre ez van. Várom, hogy mi történik. Azért túl dicstelen visszavonulás lenne az részedről, hogyha csak egy ennyi lenne. Tehát Halmosi Péter vár, kivár. Itt majd lehet látni, kedves nézők is láthatják, hogy voltak olyan mérkőzések, amikor nagyon-nagyon sokat lehetett neked köszönni. Nem beszélve arról, amikor visszatértél a Rohonci útra, a Szombathelyek hívó szavára. Szóval túl sok mindennel tartozik neked a közönség, illetve a klub, a csapat, ahhoz képest, hogy te most hasonlóképpen dicstelenül hagyd el a pályát, az öltözőt, a létesítményt, mint ahogy talán Király Gábor, mert meg Simmer Szabolcs, mert azért többet érdemeltek ti ennél. Hát így van, de hát ebben nekünk annyi beleszólásunk van, mint a bárkinek, tehát az utolsó szurkolónak. Mi egy alkalmazottak voltunk a klubnál, tehát ahhoz, hogy minket hogy butyúztatnak el, vagy hogy mit kapunk a klubtól, vagy hogy ennek mi a menete, ahhoz nekünk semmi közünk nincsen. Ez az ott dolgozó embereknek, a vezetőknek, a tulajdonosoknak a dolga, vagy lett volna a dolga már eddig is, én úgy gondolom, hogy igen, ezek a játékosok, akik most távoztak idézőjelbe a klubtól, a Gabi, a Simmer Szabi, meg én, hivatalosan én még nem fejeztem be, a Szabi meg ugye eligazolt máshova, a Gabi azt kijelentette, hogy befejezte, de ezt már mindenhol más médiumokban és máshol is mondtam, hogy ha a klubvezetés úgy gondolja, és a tulajdonosok úgy gondolják, hogy mi ezt érdemeljük, akkor ezt el kell fogadnunk, nem tudunk vele mit csinálni. Sajnos Szombathelyen ez van. Tehát én azt gondolom, hogy ha bármelyik csapatomban, ahol fociztam, és nem is ennyit fociztam, nem is játszottam ennyi mérkőzést, mint a Haladásban, nem is a szívem csücske egyik klub sem annyira, mint a Haladás. Én azt gondolom, hogy ott is méltóbban elbúcsúzhattak volna, vagy ha nem is búcsúzhattak volna el, biztos, hogy nem így kellett volna távozni az embernek. De hát még egyszer mondom, hogyha jelenlegi tulajdonosok így gondolják, hogy ennek így kell lennie, akkor el kell ezt fogadnunk. Egy-két hónappal ezelőtt már hívtalak ide a műsorba, és azt mondtad, hogy köszönöd szépen a lehetőséget, térjünk rá vissza, mert most úgy néz ki, hogy egy lehetőség körvonalazódik, aztán, mint ahogyan a mellékelt ábra mutatja, ugye abból sem lett semmi. Arról lehetett valamit tudni, vagy mi volt az a reménysugár, az utolsó szalmaszál, amiben még kapaszkodni tudtál, aztán látjuk, hogy gyakorlatilag most is ugyanúgy vagy, ahogy akkor. Nem, hát igazából ez, amit az előbb is beszéltünk, hogy ugye azt kell, hogy mondjam, hogy július 1-e óta hivatalosan, amikor ugye be lett jelentve az, hogy tulajdonos váltás lesz a Haladásnál, és több mint valószínű, hogy a HVS-e veszi át a klubot, de visszamehetünk előbbre is, mert ez már nagyon régi sztori, tehát másfél-két éves sztori ez, hogy a klubnál tulajdonos váltás lesz, vagy bármi ilyesmi. Igazából
Erről volt szó, tehát erre gondoltam én is, hogyha a klubnál tulajdonosváltás lesz, akkor elképzelhető, hogy az én szituációm is, vagy bárkinek a szituációja a klubon belül megváltozhat. Na most ugye ez a mai napig még nem történt meg. Igazából, ahogy az előbb is mondtam, erre vártam, de sokáig, mint játékos már nem fogok várni, mert 40 éves elmúltam, most már elég hosszú ide nem edzem csapattal, annak ellenére, hogy úgy érzem, hogy vissza tudnék jönni egy hónap alatt arra a szintre, hogy tudjak segíteni, de azért nekem is van egy határ, amikor azt mondom, hogy na jó, hát akkor, hogyha tényleg ennyire nincs rám szükség, akkor nincs tovább, akkor befejeztem a profi karrierem, mert más csapatban én nem akarok profiként futballozni. Minden mérkőzésen látlak, ott ülsz a lelátón, édesapád kíséretében vagy mellett, gyermekeid körében megnézed ezeket a találkozókat. Mit látsz? Profi szemed mit lát? Hát ha most ezt én elmondanám, hogy mit látok, azt nem hiszem, hogy ide tévébe lenne való, de igazából, most rövid legyek, hát azt látom, amit két éve látok, hogy sajnos a haladás az épül le évről évre. Aztán, ha valaki ebben más lát, akkor az nagyon rosszul látja, vagy nem a realitás látja. Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt éveknek a hozadéka, amit én mindig próbáltam előrejelezni a tulajdonosok felé, a vezetők felé, hogy ennek nem lesz jó vége. Hát most akkor látjuk, hogy akkor milyen vége van, és ennek még milyen vége lehet. Itt, hogyha előbb-utóbb azok az emberek, akik ezért tehetnek, hogy ez megváltozzon, és döntéshozó pozícióban vannak, mert én most csak itt beszélgetek veled, nem én vagyok a döntéshozó pozícióban, azok az emberek nem tesznek érte semmit, akkor én nagyon félek attól, hogy olyan mélységekbe fog kerülni a klub, ahol soha életében nem volt a 100 éves fennállása óta. Az ember ezért próbált harcolni, próbált irányt mutatni, próbált segíteni addig, amíg ott volt, de ugye már nem vagyok ott, tehát már nem tudok semmilyen téren ebben segíteni. Én nagyon bízom benne, hogy észbe kapnak azok az emberek, akik ezért tehetnek, és megváltozik a klubnak a koncepciója, a jövője, mert annélkül nem fog ez működni, hogyha itt valami változás nem történik. Te is látod, én is látom, mindenki látja és tapasztalja, hogy amióta te kiszorultál a keretből, illetve nem számítanak rád, nézed a találkozókat a lelátóról, és egyre kevesebben vesznek körül, mert fogynak el a szurkolók. Amikor te ide visszatértél a Rohonczi útra, akkor meg folyamatosan egyre népesebb lett a lelátó, mert jöttek a jó eredmények. Artner Tamás és az őt követő Mészői Géza is akkor még úgy tudott játszani a csapat, hogy az közönség csalogató volt. Itt most a közönség lát, vagy a kedves nézők láthatták, hogy milyen gólokat is rúgtál te annak idején, mondjuk egy Paks ellen idegenben, Debrecenben idegenben, hogyan lett a Népstadionba földbe döngölve a Fradi azzal a 0-3-mal, ami szerintem mind a mai napig emlékezetes, és annak volt egy nagyon-nagyon fontos pontja, hogy az a csapat Szombathelyi volt. Így van. Például. Így van, és ez lett kiölve a Szombathelyi haladásból, ez lett ellehetetlenítve, és én ennek részese voltam, tehát én ebben éltem, és átéltem ezt a szituációt, ezért merem azt mondani, hogy ez lett ellehetetlenítve, mert addig, amíg én ott voltam, hiába harcoltam bizonyos dolgokért, játékosokért, edzőkért, bizonyos szituációkban dolgokért, hiába próbáltam jó irányba vinni a dolgokat, süket fülekre talált, vagy nem is akarták, hogy, tehát nem volt fontos a véleményem, igazából teljesen mindegy, nem abba az irányba mentek a dolgok, amiben én úgy gondoltam, hogy akkor abba a szituációba mennie kellene. Sajnos nem én voltam döntéshozó pozícióba, én csak próbáltam segíteni, irányt mutatni, de ezt nem hallgatták meg, a vezetők máshogy gondolkodtak, máshogy döntöttek, és látjuk az eredményét, hogy ennek ez mi van. És én azt gondolom, hogy nagyon nehéz is ezt visszaállítani, hiszen a kötődést, a minőségi kötődést, akkor inkább ezt a szót használnám, mert a kötődésre most is lehet azt mondani, hogy megvan. Tehát elég sok Szombathelyi, meg elég sok Vasmegyei van a kereten belül, de ha a minőséget nézzük, akkor a minőség lett mindig elengedve, és itt ráfoghatjuk arra az egészet, hogy nem volt pénz őket itt tartani. Hát de akkor ezt ki kell jelenteni, hogy nem tudjuk őket itt tartani, nem mellé kell beszélni mindenféle bizonyos indokokkal, hogy mi miért történt, és utána nem meg kell magyarázni, hogy miért szerepel rosszul a csapat, hanem azt kell kijelenteni, meg azt kell mondani, ami történt, meg ami van. Sajnos a haladásban az elmúlt években nem ez történt soha,
Vagy hát az én szemszögömből igen, mert én mindig azt mondtam, ami történt. Csak akkor mindenki azt hitte, hogy én lázadok, vagy saját magam miatt csinálom. Közben közel nem ez volt az egésznek a lényege, hanem pont ez, hogy a haladás ne kerüljön ilyen szituációba, és féltettem a klubon. Ahogy az előbb is mondtam, ezt nagyon nehéz lesz visszaállítani, mert pénzkérdés sajnos a mai világban minden, a futballban főleg, és hogyha egy klubnak nincsen normális költségvetése és nincsen megfelelő támogatója, megfelelő tulajdonosai, akkor nagyon nehéz lesz azt visszaállítani, amit pár évvel ezelőtt volt. De még egyszer mondom, hogy más járható út nincs. Ha ezt a vonalat nem tudja a haladás visszaállítani, a saját kötődésű, és ebbe beletartozik minden, tehát nem csak játékos, edzőtől elkezdve az összes alkalmazottig, hogy az összes ott dolgozó embernek a szívén kell viselni a klub sorsát, meg a címert, meg a múltat, a jelent, a jövőt, mindent. Ha ez nem lesz visszaállítva, akkor ez nem fog működni, mert annak ellenére, hogy a Haladás egy 100 éves klub, és számomra a legnagyobb klub Magyarországon, ennek ellenére mi egy kis klub vagyunk, tehát hogyha az anyagi lehetőségeket nézzük. Viszont elment egy olyan irányba a mai magyar futball, hogy sajnos ide is milliárdok kellenek ahhoz, hogy egy NB1-be fel tudjon kerülni egy klub, vagy hogy az NB2-be is meg tudjon normális szinten ragadni, mert elment nagyon anyagiakba a futball, és nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy egy NB2-ből is föl lehessen jutni. Ehhez támogatók kellenek, szponzorok kellenek, a város kell adott esetben. Azért mondtam az előbb, hogy azok az emberek, akik tehetnek ezért, azok még időbe kapcsoljanak, és nehogy ennek még rosszabb vége legyen. Legyen így, bízunk egy szebb jövőben. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm az őszinteséget, és azt kívánom, hogy ennek a profi pályafutásnak mégse csak így legyen vége. Köszönöm szépen, Peti, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Szombathelyi Televízióval. Viszontlátásra! Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.